Sziasztok! Én Zahár Mirán vagyok a Szikla Kórház Atombunker Múzeumban. Én pedig Varga Ákos. Alig, ha nem, ti is láttatok már jó pár olyan filmet, melyekben a szereplők szörnyű szenvedések közepette sugárfertőzés következtében halnak meg. De tudjátok, hogy pontosan mit is jelent ez a sugárfertőzés? Vagy hogy hogyan lehet tőle megszabadulni? Ha nem, tartsatok velünk! Mielőtt a sugármentesítésről beszélnénk, érdemes néhány szót ejteni arról, hogy mi maga a sugárszennyezettség. Ez a közhiedelemmel ellentétben nem azt jelenti, hogy az emberi test vagy bizonyos tárgyak sugárzóvá válnak, hanem hogy radioaktív anyagoknak a finom apró szemcséjű pora befed egy területet. Ezeknek az anyagoknak a károssága abból ered, hogy instabilak, így mindenféle külső hatás nélkül is felbomlanak, más elemekké válnak. Ennek az egyik következménye az úgynevezett ionizáló sugárzás, amely, hogyha sejtekkel találkozik, súlyosan károsíthatja azokat. Hogyha a sugárszennyezettségről beszélünk, érdemes teljesen külön kezelni a környezeti, illetve a személyi mentesítést. A sugárszennyezés által érintett terület jellegétől függenek a szükséges ellenlépések. Beton vagy egyéb nem feltétlenül áteresztő felület esetén egy alapos, esetleg vegyi mentesítő oldatos mosás is elegendő a felület megtisztításához. Azonban ez a megoldás sem tökéletes, mivel ez a lemosott anyag a talajba kerülhet, ahonnan további mosással már nem lehet eltávolítani. Ilyenkor a teljes felső földréteg eltávolítása szükséges, a szennyezés mértékétől függő mélységig. Kisebb terület esetén ez még megoldható, de egy nagyobb régiónál ez már komoly problémát jelenthet. Ha a szennyeződés bekerül a légkörbe, a mentesítés nem lehetséges, azonban az esetlegesen kialakuló csapadék segíthet abban, hogy a szennyező anyagok visszakerüljenek a felszínre. A meleg és száraz idő egyébként is nehezíti a tisztítás folyamatát, mivel ez a könnyű radioaktív por újra és újra felverődhet, így bekerülhet a légkörbe, esetleg az emberi szervezetbe is. Legrosszabb esetben a szennyeződés az alsóbb földrétegekben található talajvízbe kerül, vagy más álló és folyóvizekbe, ahonnan a megtisztítása lehetetlen. Ebben az esetben az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy folyamatos megfigyelés alatt tartjuk a szennyezett területen lévő radioaktivitást. Személymentesítése igen összetett folyamat lehet, attól függően, hogy külső szennyeződés történt, vagy a szennyező anyagok bekerültek a szervezetbe. Első körben azt tehetjük, hogy megszabadulunk a már feltehetőleg szennyezett ruháinktól, és egy alapos zuhany segítségével eltávolítjuk ezt a radioaktív port a bőrünkről. További segítség lehet még a testszőrzet, illetve a haj leborotválása. Ez nagyon fontos, hogy az eltávolított ruhát minden esetben hulladékként kezeljük. Azonban, ha valami jól tisztítható felületről van szó, például gumiról, akkor meg lehet próbálkozni a tisztítással is. Ha radioaktív szennyeződés éri a szervezetet, az igen súlyos következményekkel is járhat, hiszen bőrünk nem véd a sugárzástól. Szerencsére sok esetben van mód gyógyszeres kezelésre, azonban ez igen összetett lehet, sok mindentől függ, például az adott kémiai elemtől, a szennyeződés mértékétől és kiterjedésétől. Minden ilyen esetben kérjük szakértő segítségét. Mindemellett érdemes megemlíteni, hogy ezek a radioaktív anyagok önmaguktól is lebomlanak, így természetes úton is csökken a kibocsátott sugárzás. Ez a folyamat azonban több száz vagy akár ezer évig is eltarthat, így a kivárás sajnos nem opció. Azonban előfordulhat, hogy nincsen más lehetőség, mint a fertőzött területek teljes elhagyása, mint például Csernobil esetében is. Hogy ne maradjatok le további videóinkról, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, keressétek fel Facebook oldalunkat, honlapunkat, de leginkább gyertek el személyesen. Sziasztok! Sziasztok.